Cégvezetőknek, vállalkozóknak tartottak munkabiztonsági és tűzvédelmi konferenciát a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A szakember azt mondja, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a témában még jobban el kéne mélyíteni a munkáltatók tudatosságát. Munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadóként azt tapasztalom, hogy ebben a témában érzékenyíteni kell a munkáltatókat. Úgy gondolom, hogy a munkavédelmi tudatosság és a tűzmegelőzési szemlélet a munkáltatónál kezdődik, és hát innen jött a konferencia gondolata. Szerettem volna mindenképpen vármegyeszékhelyre hozni ezt a konferenciát, és így jött képbe az iparkamara. Fel is kerestem az iparkamarát, ők fogadták, örömmel fogadták a felkérésemet, és biztosították a helyszínt. Cégvezetők, munkáltatók, igen, környékből, Szekszárd, Tamási, Hőgyész, Baja, sőt, még Budapestről is jöttek munkáltatók, de részt vesznek kollégák is, tehát munkabiztonsági tanácsadók szintén. Szigorú a szabályozási rendszere a munkavédelemnek és a tűzvédelemnek is, ezért fontos, hogy a munkáltató tisztában legyen ezekkel a feladatokkal, és ami a legfontosabb, hogy komolyan vegye, és legyen egyfajta munkavédelmi tudatossága már a cégvezetőnek is, ahhoz, hogy közelebb léphessen a biztonságos munkahelyek kialakításához, vagy a dolgozó védelméhez. Nagyjából tisztában vannak vele a munkáltatók. Én azt tapasztalom, hogy tisztelt a kivételnek kevésbé veszik komolyan. Erre szolgál ez a rendezvény, hogy egy kicsit segítsük, és próbálják meg komolyan venni a munkavédelem fontosságát. Kötelező, tehát ez egy kötelező dolog, és kötelezően például munkavédelmi szakembert igénybe kell vegyen a munkáltató. Amennyiben ezek nem valósulnak meg, egyértelműen megnő a balesetek kockázata. Emellett egy esetleges hatósági ellenőrzésnél jelentős bírságra számíthat a cégvezető. Például a foglalkozás egészségügyi orvossal kell szerződést kössön a munkáltató, hogyha alkalmazottja van. Őt be kell utalni egészségügyi vizsgálatra, munkába állás előtt oktatásban kell részesíteni, időszakosan ugyanúgy oktatásban kell részesíteni. A munkáltatónak kockázatértékelést kell készítetnie, foglalkozás egészségügyi orvos bevonásával és a munkavédelmi szakemberrel. Tehát sokféle feladat van. Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, tehát nagyon szertágazó. A munkavédelem nagyon szertágazó. Tulajdonképpen nagyon sokféle jogszabály, biztonsági szabályzat, egyéb rendelkezések vonatkoznak tevékenységekre. Vannak alapvető hibák, hiányosságok. A legtöbb baleset is egyébként abból adódik, hogy a dolgozó nem tartja be a munkavégzésre vonatkozó szabályokat, de van, ahol például a dolgozó nem is ismeri ugye, a munkavégzésre vonatkozó szabályokat, mert nem világosította föl senki kvázi erre a dologra. A Magyar Munkavédelmi Akadémia elnöke az elmúlt időszakban az utóbbi jelenség okát vizsgálta. Géczi Rudolf szerint a kis- és középvállalkozások a legkockázatvállalóbbak. Ott én leginkább ugye a kutatás szerettem volna bemutatni azokat a kutatási eredményeket, amely mentén szeretnénk azt feltérképezni, hogy a munkavédelem szabályozása és szabályrendszere, amely egyébként egészen korrektül és jól van kialakítva európai, uniós és magyarországi szinten is, az valójában miért nem működik, és miért küzdünk azzal, hogy gyakorlatilag ezt érvényre juttassuk. Ennek a kulturális dimenzióit kutattuk. Hát gyakorlatilag az egyik fő probléma az, hogy nincs, nem nagyon vevők erre, főleg Magyarországon a vállalatok. Én leginkább a kis- és középvállalkozásokat szeretném említeni, akik egyébként napi szinten küzdenek a megélhetésükért, és kénytelenek igazán kockázatvállalónak lenni. A munkavédelem meg önmagában egy kockázatkerülő
kultúrát képvisel, és ez a kettő ugye nincs összhangban. És hogy ez miért van, milyen különböző a világ országain belül olyan kutatások ugye erre irányulnak, erre próbáljuk kutatni a válaszokat, és akkor így, amit a világ egyes országaira kulturális dimenziókat látunk, azt egyébként ki lehet vetíteni, és ki lehet terjeszteni majd a vállalkozásokra is. Úgyhogy a jövőbeli kutatásokat alapozza meg gyakorlatilag ez a probléma felvetés, és ezt mutattam be gyakorlatilag az előadáson. Az elnök úgy látja, hogy a jogszabályalkotás jól működik. Hozzá kell tenni, hogy egy technológiai szingularitás küszöbén állunk, ami körülbelül azt jelenti, hogy 10 év múlva már fogalmunk nem lesz, és képtelenek leszünk lekövetni, hogy valójában mi is történik velünk így technológiai fejlődés kapcsán. Nyilvánvalóan a jogszabályalkotás már a természetéből fakadóan is, ez egy ilyen utánkövetés, egy ilyen reaktív dolog. Ezt ezért igyekeznek lekövetni. Én úgy gondolom, hogy talán nem is itt van a legnagyobb probléma, hanem mondjuk Magyarországon én kiemelném azt, hogy a jogszabályoknak való megfelelésnek a kikényszerítése, gyakorlatilag a megfeleltetés, ami még mindenképpen így a kulturális tényezőkön túl lehetőség lenne itt Magyarországon. A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalkozók többé-kevésbé ismerik a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, azonban nagyjából 90%-uk ezeket figyelmen kívül hagyja, és egyszerűen nem tartja be. Annyi kockázatot vállalnak, amennyit csak tudnak, vagy éppen amennyire szükségük van, úgy ítélik meg. Igyekeznek ugye a minimumra lőni. Nyilván azok a cégek, akik már felismerték, és mondjuk nagyban csinálják, és amit a kollégám is említett, hogy minden befektetett 1 forint, 2,5 forinttal térül meg, ott ez nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan szemmel láthatóan működik. Ez leginkább a nagyvállalatok, illetve a multinacionális vállalatok engedhetik meg maguknak. A kisvállalatoknál ez nem jelenik meg markánsan, sokszor a túlélésért küzdenek, és innentől fogva mindig azt nézik, hogy mi a prioritás, és azért sokszor a pénzügyi prioritások háttérbe szorítják a munkavédelmet, ennek megfelelően a munkavédelem meg hát egy ilyen kötelező, legyen róla papír, de valójában nem valós értéket, vagy valós teljesítményt nem nagyon kívánnak mögé tenni. Mondom, tisztelet a kivételnek, azok a kis és középvállalkozások, akik igazából nagy veszélyességű tevékenységeket folytatnak, ők már azért ezt felismerték, ők már erre azért figyelnek, de hát azért a vállalkozások 90%-a körülbelül azért nem ebbe a kategóriába esik.